Ezt is gratulálok a lapújtőnek. Összességében megérve lehetne gyártani ezt a mérkőzést, bár az első félidőben úgy gondolom, hogy jól játszottunk. Az első gól, amit kaptunk, az 40 méterrel előtt labda volt, ami megpattant, ez egy iszonyatosan szerencsétlen szituáció volt. Utána visszajöttünk a mérkőzésbe, sőt irányítottuk is. Egy gyönyörű gólt volt Les Krisztián, amit megbeszéltük, azt csináltuk. Aztán két elképesztő egyéni hibából, ugye 3-1 gyermekült védőre, ami ilyen rémálószerű gól volt, de hát mondhatnék bennem ez a labdarúgásba. Másik félről kijöttünk, megírultunk egy gyönyörű gólt, megint visszajöttünk a mérkőzésbe, és sajnos akkor már kicsit jobban kinyíltunk, és ezt az ellenfél megbüntette. Végén próbáltam a játékosoknak is lehetőséget adni, akik kevesebbet játszottak, de nem volt ez egy rossz mérkőzés, viszont óriási hiányérzetem van az első fél évvel kapcsolatban. További sok sikert a lapújtő. Nehéz mérkőzésre számítottam, és ez meg is igazolódott, hogy tudtuk, hogy mély lesz a talaj, néztem már az időjárás rendszerűen, hogy szélben is fogunk futballozni. Ez soha nem egyszerű egy játszó csapatnak, és ugye úgy gondolom, hogy mind a ketten a Berkinés és mi is passzjátékra vagyunk úgy felépítve. Attól függetlenül elég sok ívelés volt a mérkőzésen, ezt tudtam, hogy befolyásolni fogja az a cél ezt. Az elején úgy gondolom szerencsénk is volt, tehát voltak olyan gólok, amit hál' Istennek kedvezett a szerencsé és bementek, de a csapat úgy gondolom, hogy a meccs egészét nézve úgy gondolom megérdemeltük. Fizikálisan ott van a csapat, azt gondolom, hogy megcsináltuk rendesen a felkészülést. Nem nagyon tudott velünk mit kezdeni a Berkenye, csak a felébelésekben volt veszély. Mi azért próbáltuk a földön tartani a labdát, többnyire sikerült is, ezekből is szereztünk gólokat. Nagyon büszke vagyok a srácokra, mert azért voltak hiányzóink is, de akik most beszálltak, azok bizonyították, hogy lehet rájuk számítani, és megyünk tovább. Nagyon nagy győzelemnek tartom ezt itt Berkenyén, akárhogy is szerepelnek idén, azért tavaly ők voltak a bajnokok, most is nagyon jó csapat, csak valami még nem stimmel, szurkolok nekik azért, hogy kiegyenesedjenek, Pusinak is és a csapatnak is. Mi meg megyünk tovább, próbálunk minél több pontot szerezni, és meglátjuk, ez miért lesz a jó.